Sziasztok, itt a Movie Geeks Podcast, már hatodik alkalommal találkozunk, a szerkesztőség azonban kicsit megcsappant, itt van velem Boki. Helló! Meg itt van Boki is. Sziasztok. És még Bokival is találkozhattok ma. Paliho. Én pedig Beni vagyok, Peti jelenleg Bécsben van. Ádám pedig Brüsszelbe. Mind a kettő nagyon veszélyes nagyváros, úgyhogy reménykérdésében <laughs> hazaérnek. Vivi pedig ugye dolgozik, úgyhogy ő ezért nem tudott így most időt szakítani a podcastre, de hát szerintem azért jövő hétre teljes lesz a csapat. Azért a jó filmek összefújják a társaságot, jövő héten meg ugye bosszú állók van. Ezen a héten azért itt így lényegesen uh, kevésbé uh, népszerű filmek voltak a terítéken. Többek között az éjjeli napfényről is beszélgetni fogunk. Előtte azonban egy kicsit hírezünk, ugyanis kijött a Deadpool utolsó előzetes. Boki pedig ettől teljesen megőrült. Istenem, de lohat jó volt! Hát, ha csak annyi utalás lesz a filmbe mint a Deadpool előzetesébe, hát már az nagyon durván jó lesz. Tehát komolyan mondom, ez szerintem az eddigi legjobb trélel, amit valaha láttam az életbe. Iszonyatosan jó volt! Tehát annyi aprócska utalás volt, hogy nem győztem számolni. Fantasztikus, fantasztikus! Mikor lehet már jegyet venni rá? Mikor lesz, menni akarok, most akarom, kérem, követelem. Nem volt rossz minden esetre. Ő, aki hogy, nekem... mondtad, hogy mondtad, hogy mondtad. <laughs> Én azt mondtam, hogy nem volt rossz, viszont aki nekem az abszolút volt. kedvenc, az abszolút kedvenc, az Peter. Ugye tudod, ő a végén ott van, akkor mondja, hogy én pedig Peter vagyok. Van valami szuper képességed? Nincs, bent vagy a csapatban. Na most nem tudom, hallottad de de ennek a karakternek Peter W-nak van egy Twitter fiókja, amit érdemes megtalálni, mert eset, ett, valami eszméletlen Twitterei vannak, és egy csomó érdekességet posztolt ki a Deadpool második részéről. Hát nyilván ezt is így a készítők hozták létre, de abszolút betalált, úgyhogy akinek van Twitter fiókja, az mindenképpen keresse meg. Peter W-t követi őt egyébként többek között, Ryan Reynolds és Deadpool is, mert Deadpoolnak is van hivatalos Twitter fiókja. Szerintem abszolút egy kedvenc szuperhős karakter. A végén, amikor itt így kiugrik a repülőből, és ott úgy látszik rajta, hogy itt így mindjárt meghal, mert teljesen készen van. Remélem túlélni. Óriási. Túl nagyon jó vagyok. tényleg nagyon jó beszólások vannak benne. Az előzetes pedig ugye meg lehet találni a Movie Geeks-nek a Facebook oldalán, hiszen kiraktuk azt is. Akinek van ideje, az mindenképpen nézze meg. Viszont beszéljünk egy kicsit egy másik szuperhős csapatról. Nagyon sokat beszélgettünk kint a Facebook oldalunkon is, a DC Comicsnak a leendő filmjeiről, ugyanis már ember nincs, aki követni tudná, hogy, hogy uh, milyen projektek vannak uh, készülőben a DC-nél. Ugye bejelentetik a Man of 2-t, amit majd ugye Christopher Maguire rendezhet. Jön három darab Harley Quinn film, az egyik a Harley és Joker, akkor Bird of Prey, ebbe is Harley Quinn lesz az egyik főszereplő, és többek között Bad Girl is ott lesz vele. Jön egy önálló Bad Girl film, jön a Suicide Squad 2, akkor jön a Gotham City Sirens, bejelentették azt, hogy készülhet egy Joker eredet film, bejelentették azt, hogy a Flash film is készülőben van, forgatják már a sázámot, forgatják már az Aquament, és akkor még van beígérve egy Cyborg film, meg igazából még négy öt olyan film, Zöld amit itt így... Oszta. Zöld lámpás alakulat, igen. És második igazság, mármint igazságligája kettőt teljes a káosz. Szóval én nem tudom, de a Marvelnél olyan okosan csinálják, hogy na, mutassuk most be ezt a hőst, és akkor mondjuk másfél-két év múlva megjön a filmje. A Disney-nél bejelentettek körülbelül 16 filmet, aztán most itt így próbáld meg kitalálni, hogy melyikből lesz valami. Nem tudom, erről megjelent hivatalosok, hogy ezt miért csinálták? Nem, nem, annyit, olyan. lehetett, uh, annyit lehetett hallani, hogy a Birds of Prey az rendezőt talált, aki egyébként egy első filmes rendező lesz, aki ezelőtt csak rövid filmeket rendezett. Keti uh, ő egy uh, kínai-amerikai hölgy lesz, és hát egy teljesen csajos filmet akarnak. Benne lesz Harley Quinn, Fekete Kanári, Poison Ivy, Bad Girl. És akkor még nem beszéltünk az ilyen dolgokról, hogy mondjuk a Flash filmet azt öt évet tologatják, és már a hatodik rendezőt fogyasztja. Már itt így a színészek szállnak ki belőle, nem tudjuk, hogy azzal is mi lesz. Akkor ott van a di Batman, amit elfelejtettem az előbb a felsorolásba mondani, amit ugye Matthew Vaughn rendez, de nem lehet tudni, hogy ki lesz benne a Batman. Nem erősítették meg, hogy visszatérhet Benefleck, plegykálnak össze-vissza mindenféle színészről, aki felveti a Batman köpenyt, teljes a káosz itt a DC-nél. Na nekem az az elméletem erről az egész, hogy ugye a Marvel-nél megvolt, hogy kb. így megcsinálták, nem tudom, három-négy évre előre. És szépen kidolgozva megvolt, egymásra építve, hogy ki mikor, miért, hogyan. Tehát megvan ez, aztán jön annak az eredetfilmje, aztán összehozzák őket, aztán akkor arról is lesz pár szó, és így tovább. Na most ehhez hasonlót megcsináltak a DC univerzumba is. Csak nem nagyon jöttek be, tehát legyünk őszinték, az acélember, az ebben nagy a vita köztünk, de én nekem, ez, nekem az borzadály volt. Szintén, ha jól emlékszem, ez vita volt köztünk, de nekem az új Batman, a Beneflekkes annyira nem volt problémás. Mint az szerintem borzalmasan jó, én nagyon a... szerettem az új Batman-t, nekem nagyon közel Ó, a szívemhez. Akkor, akkor nem is emlékszem, kivel vesztem ezzel össze. Na, Bocs, lényeg... közben eszembe jutott, hogy készül a Wonder Woman 2 is, ott már ott ja, igen, igen, is. Igen, 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 is hallottam. Most próbáltuk összeszedni a filmeket, és egy fél percenként jut eszembe még egy, amit, amit igazából berendeltek, vagy Na de készül. Hogy hogy borzasztó! Szerintem azért csinálták ezt, mert oda számítottak, hogy ezek hatalmas sikerek lesznek. Lajongóknak nem jöttek be annyira, legyünk őszinték mondjuk lehet, hogy nagyon nagy volt az elvárás is, de, de csalódtak benne. És akkor hirtelen elő kellett szedni azokat, akik jók voltak. Tehát a Suicide Squadban, ami mindenkinek így bejött benne, az a Harley Quinn. Hát kapott is most hirtelen négy folytatás filmet. Na ezért, tehát, hogy kiszedték a használható elemet belőle, és próbálnak arra építkezni. Na most ez ilyen utólagos szépítgetésnek, utólagos maszatolásnak tűnik, tehát próbálnak így javítani, de a fenébe is rombolják le az egészet, kezdjük előre akkor az alapot, vagy pedig próbálják meg ezt folytatni, és megcsinálni rendesen. Tehát szerintem amit itt csinálnak, hogy így szépítgetjük, szépítgetjük, sminkeljük, sminkeljük, ez nem fog működni. Tehát ezzel csak még mélyebb körülbe kerülnek, szerintem. Én amit észrevettem az, hogy mindig próbálnak meglovagolni valami hullámot, szóval, hogy most itt e 2018-ban van igen, ez a girl utol power utol. dolog, és akkor azt ja, mondták, igen. hogy oké, okay, hát akkor még igazából beszálltunk ebbe, és akkor készítünk egy csomó csajos filmet. Amit te is mondtad, hogy Harley Quinn népszerű volt, adjunk neki hirtelen négy folytatást. Mindig próbálnak valami, ami tetszett nekik, vagy valami, ami mostanában népszerű, igen, ezt mondom, igen, ezt mondom arra bejelentenek egy, egy, filmet, de, de ezekből meg, meg, mit mondjak, 10 bejelentett filmből egyetlen egy az, ami mondjuk itt így megvalósul. Mert most visszamehetünk hosszú évekre, hát annyi bejelentett film volt, hogy, hogy Dunát lehetne rekeszteni belőle. És ezért röhög mindenki a díszín, hogy folyamatosan vannak ezek a bejelentések, és semmi nem valósul meg belőle. Ha meg valami meg összejön, az meg általában tényleg borzasztó minőségű. Szóval... Viszont az animációsai egész jók. Rajzfilmet e sokkal könnyebb ké készíteni, mint mondjuk egy rendes filmet, mert mondjuk ami működik rajzfilmen, az nem működik a filmen, és ebben nagyon sokszor belefutott ez már a DC. Igaz, ez igaz, ez igaz, de maladjanak annál, tehát csinálják azt. Ne legyen igazam, de szerintem igazából évek kérdése, hogy a DC így bejelentse, hogy jó van, bocs, ne haragudjatok, lelőttük ezt az egész projektet, aztán így ennyi volt, mert ne legyen, nagyon mert a nem Batman látok benne fantáziát. Batman nagy kedvenc. Batman nagy kedvenc, lehet, hogy megtartják, ő még kapni fog új filmeket, de ezt a DC univerzumot, amit most ők építenek igazságligájával, és hogy minden film kapcsolódik mindenhez, szerintem ezt előbb-utóbb lelövik, mert egyszerűen az, hogy a színészek se nagyon akarnak benne részt venni, hát ugye Beneflek most már nagyon nem akar Batman lenni, az, hogy igazából a filmek se nagyon akarnak már kapcsolódni egymáshoz, ugye a Joker eredet sztorit azt a 80-as évekbe raknák, és egy Matthew is ugye nyilatkozta, hogy az ő Batman filmje se nagyon akar kapcsolódni ehhez az univerzumhoz, szóval ez az univerzum de ez a DC-nél úgy tűnik, hogy nem jön be ők nem is akarnak. Tehát le, rájöttek, hogy ne akarnak, megy. csak csak nem megy. Szóval hát, ők próbálnak ebbe kapaszkodni, meg próbálnak de, de ebbe mindenképpen. erről beszélünk, hogy ez nem univerzum, már mint hogy nem kapcsolódnak egymáshoz. Tehát, hát, de ez... igazából az igazságligája, a Suicide az Squad, igen. ezek ezek mind kapcsolódtak egymáshoz. A Sázám is ugye valamilyen módon Na, akar az, az kapcsolódni. Nem várom, úgyhogy azt ne lőjék le, azt nagyon akarom már. Hát az ugye forog, úgyhogy az, 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 az már biztosan meg elkészül. Egész jó volt így, egy-két képet láttam róla, azok egész jók voltak. Ugye Fönn is van a Facebook oldalunkon, abszolút hiteles. Viszont, ami még nagyon szeretném, hogy lesz az igazságligája 2 stáblista után ugye Deathstroke szerepelt benne. Ugye a lesz utód amikor fölment. És én nekem, Basszus, ő... el is felejtettem. Egy olyan Deathstroke kezvence. film is be volt ja, jelentve ja, no, Nem, nem, nem abból se lesz semmi. Gerett Edwards is azt mondta, hogy ne haragudjatok, de akkora ne. itt a dc -nél. De! Halál de komolyan mi, mondta, hogy is akkora itt, föl itt föl a katyvasz. Az... hogyan? De ezt miért csinálod velem? Edwards egy ilyen ninjás, 18 karikás, 18 pluszos filmet akar csinálni Deathstroke-ról, és igazából el is kezdte írni, el is kezdték úgy dolgozni rajta, aztán igazából egy idő után itt így mondta, hogy ne haragudjatok, de amit a DC van, az tartatatlan, úgyhogy is lőtték azt a projektet, kb. fél évig ment a dolog, aztán igazából nem lett Pedig belőle az, semmi. Az, az jó lett volna. Az... De mondjuk, ezt mondom, mondjuk, hogy mindig még gondozok, és mindig előjön egy újabb film. Az pillan. a baj, az a baj, hogyha most uh, Deathstalk főszerpésével akarnak egyet, akkor ő nem gonosz lett volna. Akkor kihozzák, hogy valójában ő is sem tök jó, csak de Csak. Egyszer, ó, a Stroke a se egy ilyen gonosz karakterű inkább ilyen antihős szerű. Igen, szóval, az nagyon az, sokszor de, de ő a jó belőle oldalon belőle is. Csinál. Hőst, csinálnának belőle szerintem egy hőst. Egy ilyen megtorlóhoz hasonló karaktert lehet csinálni belőle. Úgyhogy... Ö, nem azt csináltak volna belőle szerintem. Jó, De ezt meg nem Hattop tudhatjuk. Azért égen. Geret Edwards, Geret Edwards ugye nagyon jó filmeket csinált, gondoljunk az, a két rajtaütésre. Az. Szóval, hogyha valami hasonló stílusú, gyilkolászós, harcolós filmet csinál, akkor abból valami nagyon jó dolog is volna. Hát egy más kérdés, hogy a DC ezt is lelőtte. Lehet, hogy úgy jobban járunk egyébként, hogy egyik nagy gonosz ellenség lesz, vagy nagy ellenség lesz a következő Justice League-ben. Jussunk el odáig, hogy, hogy legyen Justice League 2, igen, igen. Na de azt gondolom, hogy ennyit elég lesz így a DC-ről, szerintem, mert holnap reggelig tudnánk beszélni a készülő filmekről, meg, meg, meg én arról, én hogy mennyit úgy, minden szúrtak el. Hogy KB, mi is így ura visszaugdalunk, tehát a mi reakciónkba, vagy mi megbeszélésünk is egy akkor káosz volt most hirtelen, mint a DC Univerzum most elvek, a Disney univerzum most elvek. Igen, mert mi se látjuk át, szóval mi se, mi se, értjük, hogy mi a szart akarnak csinálni, szóval mindegy. Egyébként van hogy a zöld lámpás Ryan Reynolds lesz? Hát olyan, nagyon most már, nagyon most tudnám már, imádni. Most már kérjen, a Deadpool-él bocsánatot kért, megbocsájtottunk neki, szerintem az egész világ, de, de a zöld lámpásé még tartozik egy elnézéssel. Hát ne haragudj, az előző deadpool megmondta, hogy oké, okay, de a szuperhős roha nem lehet zöld és animált, úgyhogy lehet, hogy ez volt a feltétel. Igaz, jogos, jogos, jogos. Na jó, Könnyedebb vizekre elvezünk, ugyanis az egyik mozi premierünk a héten az az éjjel napfény volt. Itt ugye láttunk mind a ketten, Bokitól pedig most akkor meg is tudjuk, hogy miről szólt. Ugye adott nekünk egy 17 éves lány, Katie Price, aki egy nagyon-nagyon ritka betegségben szenved, egy bizonyos XP betegségben. Ez azt jelenti, hogy ha nap éri, akkor nagyon súlyos agykárosodást szenved. Ugye először a bőre is károkat szenved, a sejtje is, majd pedig ugye a agykárosodás jön. Éppen ezért lényegében sötétségbe kell élni egész életébe, illetve hát elsötétítve van az egész élete, nem mehet ki nagyon a szabadban nappal, és így tovább, tehát iskolába se járhat, és így apjával éldegélget egészen 17 éves koráig, és igazából innentől kezdődnek az események. Az a lényeg, hogy ez igazából egy no, antigustini ti Tehát ennyi. És akkor így ezzel szerintem elmondtam mindent. Hát benne van minden klisé, ami egy kell. Egy félénk kislány, aki egyébként nagyon csinos, és egyébként szupersztár énekes, a tökéletes srác, aki csúcs sportoló, és bármilyen nőt megkaphat, de neki pont ez a félénk lány kell. Kéti barátnője Morgan, a szinte már emósba hajló csaj, aki igazából ő testesítené meg a vagány barátnőt, de egyébként ő is nagyon csinos, akivel később összejön a kocka. Komolyan, tehát minden klissé benne van, ami egy tini romantikus filmben benne szokott lenni, és én nem is adtam neki nagy esélyt, mert ugye az egyetlen plusz, hogy Kétinek XP betegsége van. Tehát ennyit tettek hozzá. És komolyan mondom, én ezt uh, csütörtökön láttam ezt a filmet, most szombat van, és nem tudom még mindig, de valamiért ez a film nálam működött. Nem tudom miért, nem tudom miért. Mert ha ilyet ezt elmondom, tehát ha valaki nekem, amit most én elmondtam, ö, valaki ezt nekem elmondja, akkor azt mondom, hogy hát ez szar. De ez a film itt teljes egészében valamiért valamilyen működött. És nem jöttem rá, hogy miért ez a két főszereplő, ez a Bella Thorne, ez a Patrick Schwarzenegger, ja, mert ugye az egyik főszereplő, az Arnold Schwarzenegger fia, Patrick Schwarzenegger. És pont azon hogy őt biztosan az apukája tanította színészkedni, mert legalább akkor antitalentum, mint az öreg volt. Csak Á, na, na, most, most álljál le, most álljál le. ne szindyad. Jó, lehet, hogy most már nincsenek nagy filmei, de azon nőttünk föl, Imádom Arnold Schwarzenegger, de most tök őszintén, hát nem egy nagy színész, szóval ő beáll, nagyon izmos, és gyilkol, és és, és, nem színészkedik, szóval csak néz szigorúan. Hát Patrick Schwarzenegger ugyanúgy nem tud színészkedni, de csak ő nem kigyúrt, és nem néz szigorúan. most szóval... a komandóba félkézzel cipelni egy fatörzset, az mióta nem színészkedés, Benny? Hát ne, az... ő neki ez a reggeli edzése körülbelül. Szóval igazából a két színész engem borzalmasan idegesített. És szerintem egyébként Hollywoodban így van pár forgatókönyvíró, akik így bújják az orvosi könyveket, és azt figyelik, hogy na, milyen betegség van, ami miatt nem tudsz kimenni a házból. Aha, XP, jó, erre akkor húzzunk Egyet. Ez volt a harmadik Film, amiben a csaj betegség miatt be van zárva, és konkrét jelenetek voltak, ugyanolyanok, mind a három filmben. Melyik volt a harmadik? Uh, ugye itt volt az XPS. Volt uh, a múlt évben minden minden, amiben uh, volt egy ilyen uh, lány, akinek ilyen immunbetegsége volt, hogy kimegy a levegőbe, Igen, nem, már meg is a... halt. És, és mi a harmadik? És előtte pár évvel uh, volt egy ugyanilyen film, hogy egy ilyen halálos beteg lány van bezárva, és ő sem mehet ki. A címét azt most meg nem mondom neked, de, de, de emlékszem, hogy arra is elrángált. Attak, és hát az is olyan borzasztó volt. De mind a három filmben egyedül nevelte a szülő a gyereket, mind a három filmben igazából szart a betegségre a, betegségre a lány, mert igazából három napja megismert egy fiút, és, és, hát ő meghalna érte, borzasztó. És szerintem a mellékszereplők, ahogyan itt, itt te is mondtad, a filmben azok sokkal szimpatikusabbak voltak, mint a két főszereplő. Bellator meg a Patrick Schwarzenegger, ez antiszínészek. Egyszerűen szerintem borzalmasak voltak. Nem tudom olyan adanyosak voltak úgy együtt. meg voltam döbbenve én a filmet, azt képzeld el, hogy egy ilyen kb. 90 fős moziteremben néztem, ahol rajtam kívül csak nők voltak. Vagy Mázlista. Még volt két férfi, még volt két férfi rajtam kívül. Én voltam az egyetlen, aki 25 évnél idősebb volt, és azt képzeld el, hogy a film végén, minthogyha egy ilyen zsebkendő reklám lenne, mindenki bőgött, sírt, teljesen meg volt Én meg ott ültem, hogy atya úristen, hogy miért? Mert ez a film szörnyű volt. Tele van Szép volt. Igen, igen, ezt én is mondtam. És tényleg bocsásson meg nekem a világ, tényleg kövezzetek meg, de valamilyen, félétek és esik. nem azt mondom, hogy ez egy zseniális film, de valamilyen műkör. nem tudom megmondani, hogy miért de így az egész, tehát szerethetőek voltak a karakterek. Egyik se volt nagy színész, Rob Riegel, tényleg a mintaapa, morgent, a Morgant játszók Will a vagány csajszi, teljesen jó, kárvel a kocka, aranyos, szerencsétlen módon aranyos, de tényleg az is szerethető. Zoe Carmichael, ő volt ugye a gonosz szőke csaj, és még ő sem volt az a gonosz csak hát én végig azt vártam, hogy majd ő bekavar, mint minden filmben. Tudod, mindig szokott lenni ezekbe a filmekben. Boki, boki. És nem Kettő jelenetben volt bent? Hát mi? Ne igen. már! Ez az, az egész el, film egy, há, egy egy kamaradráma volt, körülbelül négy színésszel. És nem az a bajom vele, hogy hogy mert szerethetőek voltak. Oké, okay, lehet, hogy szerethetőek voltak. De minden jelenet olyan volt, amit valahonnan elloptak, valahol már bemutattak. Volt Annyira szart csavar. rá, hogy bemutassa a hétköznapi gyerekek problémáit, Itt minden egyes gyerek glamur modell volt. Mindenki tökéletesen nézett ki, ki Kivéle volt gyurva egy darab elhízott embert nem tudtál az egész filmben mutatni. A három kocka. A három nem. Kocka. A három kocka se egy elhízott gyerek volt, mindegyik kigyúrt volt, csak rájuk raktak egy szemüveget, a meg egyéb... félrenyalták a hajukat, Igen. hogy úgy mutassák be őket, hogy ó, hát ők a kockák. És megnéztem, egyébként... aki Gádvelt játszott De... a színész, Nikolász Kombi, megnéztem a képeit, Hát ö, tényleg egyébként ő is, ő, is, ő is, ő is elmehetne egy újság címlapjára, tehát... Ö, a manapság ezeket a filmeket azért most már próbálnak arra ügyelni, hogy ne torzam mutassák be ezeket a fiataloknak az életét, hogy ne azt mutassák be, hogy mindenki tökéletes, mindenki ö, a legújabb szuperruhába van, mindenki egyébként ö, teljesen úgy néz ki, mintha most léped volna ki a legújabb ö, magazinnak a címlapjáról, és nem ez a film szart az egészre, tényleg bemutatták ezeket a hatalmas nagy kliséket, hogy mindenki tökéletes, mindenki jól néz ki. Ezek a főszereplő srácnak a barátai azok csak kettesével tudtak járni, és mindegyik, hő, tesó, haver, tesó, haver, tesó, haver, ennyi volt. A gonosz lány gonosz volt, és ott gonoszkodott, hogy jaj, de gonosz vagyok, jaj, de gonosz vagyok, és Hülye döntések sorozatával volt tele a film, ami engem nagyon idegesített. A csaj évekig elélhetne még, de nem, inkább egy randi kedvéért meghal, mert mert. És annyira, annyira hülyeség ez az egész. Ezzel de... vitatkoznék egyébként fel itt a végével. Itt vitatkoznék, ő ugye még soha nem élt át tembeni. vagy hát ilyenfajta ilyen kapcsolatot. Persze, hogy elveszik benne. Tehát az még hihető is volt az a rész. De legyünk őszinték, tehát ez... Pont azt mutatta be, hogy éld az életedet. Igen, csak hogy hülyén valósítsák, valósították meg ezeket a dolgokat. Ha te egy halálos betegségben szenvedsz, és megismerkedsz valakivel, oké, hogy nem mondod el az első randin, oké, hogy nem mondod el a második randin. Na de a 15. randin, amikor egyébként elvisznek valahová, ö, nem is tudom, három várossal odébb ö, vonaton, akkor azért csak megemlítem, hogy hello, egyébként halálos beteg vagyok, és bármi történhet, úgyhogy erre mindenképpen figyeljünk. De nem! Nem, nem Ugye akarom elmondani. 17 És évig nem volt élete, nem akarta elveszteni, de, de hogy most a láss. fejemet, Hogyha ez egy sima kis megfázás lenne, vagy hogyha valamilyen, bármilyen betegség, nem lehet belehalni, akkor oké, okay. de az, hogy úgy elmegy valakivel hosszú túrára, hogy nem mondja meg neki, hogy egyébként, ja figyelj, mindenképpen érünk ám haza, mert halálos beteg vagyok. Nem, nem. Ön... És Tudod, ezeket a mi? dolgokat, en, ezek engem idegesítenek, hogy a nap-nap tudom felhozni. Ami ugyanilyen tini dráma volt, ugyanilyen hülyeségekkel, de egy nagy különbség volt a két film között. A nap, -nap utánban ott volt egyfajta mondani valója a filmnek, Itt egy olyan értékes volt, mondani volt, való, amire egyébként fel lehetett húzni a filmet, és azt lehetett mondani, hogy na igen, ezért nézzétek meg, mert tök jó mondani valója van. Ennek nincsen mondani valója le, ennek a filmnek. Van, mi? Van. Mi? Ha, megnézed a mai fiatalokat, 17-16 éveseket, én ugye tanítok is, ezek a világ legnagyobb problémáival tényleg, ezek a tudnak szenvedni gyerekek olyan dolgon, ami én viszont attól kaparom a fejemet, meg a hajamat, meg ami még van hajszálom, ezek a borzasztó nagy gondok idézőjelben, ami nem gond. Mindenki meg akar halni, mindenkinek óriási problémái vannak, ami igazából nem probléma. És adott nekünk egy halálos beteg lány, aki meg boldog életet él, aki úgy éli az életet. Jó, nyilván tudom, te van öntve cukorglazséval, meg nyilván nagyon megcsináltnak tűnik, de itt egy lány, aki megmutatja, hogy igen, ezzel a betegséggel is tudom élni az életem, tudok boldog lenni, nem úgy, mint ti kis elkényeztetett, hisztis, hülye gyerekek. A csaj hiába halálos beteg, hiába kellene vigyázni magára, és éveket eltölthetne még az apjával, a családjával, sőt, még ezzel a csávóval is, akivel egyébként összejött élhetni boldogan az életét, nem, inkább föladja az egészet pár hülyeség miatt. És Engem Jó, egy ideges. hibát követettel az életébe, egyetlen egyet. De ilyeneket nem csinálsz meg, és ezt minden filmben a, eljátszák. Meni. hogy a csaj, akinek immunbetegsége van, és nem mehet neki a, a szabadba, ő kimegy a szabadba, ráadásul elutazik hawaii a gyerekkel, mert hogy jaj, inkább élek egy szép napot, mint hogy nem, ilyen nincs. Mutas nekem egy 17 éves gyereket, aki nem követett el egy hibát az életébe. Ez a De ez egy... nem olyan hiba, hát könyörgök, hát azért gondolkodjunk már, meghal nem tudsz olyan gyereket mutatni, aki egyébként inkább gondolja azt, hogy meghalok, és három randin inkább lesz, mint hogy egyébként éljek mondjuk még tíz évet boldogan, akár mondjuk azzal, akivel együtt vagyok, mert, mert, akár még tíz évem is lehetne vele. Nem, inkább fontosabb, hogy elmenjek gitározgatni, fontosabb, hogy elmenjek úszni, és inkább meghalok, mert volt három jó napom. Nem tudsz olyan gyereket mutatni, akinek egyébként nem lenne meg a halálfélelem, és nem akarna inkább egyébként élni még mondjuk x évet, mint hogy hát éljünk a mának, inkább meghalok. Tehát nem, ez annyira hülye mondani való. Szerintem rosszul látod, mert ő nem akart meghalni. Egyszerűen csak annyira belefeledkezett, mert hogy végre élhetett, teljes életet, végre élhetett, és belefeledkezett, és egyetlen egy alkalommal hibázott, egyetlen, egyetlen egy alkalommal. Mindig figyelt, csak azon a napon tényleg teljesült minden vágya. Persze, hogy belefeledkezett, ez van. Ő egy olyan óriási problémával, amit mi el se tudunk képzelni, mert tényleg ez ilyen egy a milliárdból betegség. Tehát tényleg el se tudjuk képzelni, hogy milyen lehet ilyennel élni. És ő neki az egy boldog élete volt. Szembe azokkal, akik minden kis hülyeség miatt hisztiznek. Jaj, föl kellett kelni, mehettem az iskolába. Igen, tényleg legalább mehetsz iskolába. Ez a kislány nem mehet, és mégis igyekszik boldog lenni. Igen, de ezzel azt mondja az egész film, hogy szarjunk a hétköznapi dolgokra, ha bele is halunk éljük az életünket, és, és tegyünk mm. meg mindent. De ez egy hülye mondat. Becsült meg az apró hétköznapi dolgokat, szerintem nem, legalábbis. Nem, tisztán. mert hogyha De... meg akarják becsülni az apró hétköznapi dolgokat, akkor egyébként élt volna még 15 évet. De, vagy, még egyszer. De e -egyszer így van. Egyszer hibázott. Ott van a csaj, akinek haza kéne érni hajnal egyre, mert úgy engedte el az apja, hogy hajnal egyre érjen haza. Hajnal fél ötkor, vagy öt órakor még nincsen sehol, és volt igazából tíz nem fogadott hívása, és az apja nem értesíti az összes rendőrállomást, az apja nem rász föl mindenkit, az apja nem megy oda ehhez a gyereknek, a szüleihez, hogy azonnal hívják ezt a srácot. Ilyen a mesében nincsen. És ez, ez, ez annyira egy klisés ez az egész dolog, hogy nincs olyan ember, pláne nem olyan fiatal, aki ennyire nem az életét. A mesében nincsen, de ez egy finit dráma, ne várjál már tőle ízét, életrajzit. Tehát félértés ne esik, még egyszer mondom, én is tudom, hogy e hülyeség, egy medő hülyeség az egész, de annyira nem tartom rossznak, mint minket. Nem azt várom egy ilyen tini drámától, hogy teljesen itt egy szuperfilm legyen, és baromira-oszkárdias alakítások, meg a történet is teljesen tökéletes legyen. De azt elvárom, hogy ne nézze hülyének az embert. Szóval, hogy én ilyenkor mindig az a legfontosabb nekem, hogy hogy mondjuk bele tudom -e élni magamat az adott személynek az életébe, meg mondjuk nincsenek olyan hülye döntései, aminél kaparom az arcomat, és itt tele volt a film olyan Döntésekkel, aminél tényleg kapartam az arcomat. Hogy, Igen. Hogy, hogy hát ilyen nincs. És pont az volt a, a lényeg az egészben, hogy, hogy nagyon sokszor elkapott az az érzés a filmmel kapcsolatban, hogy a való életben ilyen nincs bele tudod élni, nem tudod beleélni magad. Ez egy, egy az egy milliárdból, vagy egy milliárdból egy beteg ilyen ember, nem tudod elképzelni, milyen lehet ez. Nem a gyereknek az életébe, hanem a mondjuk az, ja, az adott a szituációba, film, aha, ja, a filmbe, ja, ja, filmben, ja, értem. hogy igen, ez valóban megtörténik. Mert nyilván persze nem lehet beleélni magadat, mert nem tudod, milyen az bezárva lenni, de az adott szituációba, az adott történetbe bele tudod élni magad úgy, hogy na mondjuk ez itt megtörténik a szomszédba valakivel. És itt nem tudtam, mert itt olyan döntések voltak, olyan szituációk követték egymást folyamatosan, aminél azt mondtam, hogy ilyen a való életben nincs. Meg ilyet a való életben legyen az bármilyen szerelmes valaki, legyen az bármennyire is elszeparált, azt ilyet nem tenne meg. És engem ez kifejezetten idegesít, amikor, amikor valami ennyire élettől elrugaszkodott dolgot akarnak fölvinni a filmre, mert az ember ilyenkor föláll és azt mondja, hogy nem, hát ez hülyeség. Egy való életről szóló, tehát egy rendes filmtől nem is várom el, illetve elvárom, hogy ne legyen ilyen. De a tényi drámától nem várom el, mert nem akarom. Tehát amikor én beültem, én tudtam, hogy nem egy Oscar díjas filmet, egy komoly filmet fogok látni. Nem is úgy állítottam be az agyamat. Például és ne tehát abban egyetértünk, hogy hülyeség, de de annyira nem tudok kiakarni rajta, mint. Nem akadtam ki, abszolút nem akadtam ki, de megint csak a izét a nap, -nap után tudom felhozni. Ott abban a filmben, egy, egy, A nevezetű lény minden nap megszáll valaki mást, és valaki másnak a testében jön vissza. Alapvetően hülyeség az egész, és tudod nagyon jól, hogy hát ilyen hát nincs az életbe, de viszont ezeket a szituációkat a színészek úgy élik meg, hogy azt elhiszem, hogy azt elhiszem, hogy ha a csajhoz oda megy valaki, és azt mondja, hogy hello, én egy, egy szellem vagyok, aki minden nap más száll meg, akkor a csaj úgy reagál, mint az a csaj a filmbe. De úgy, hogy ja, szeretlek, legyél az enyém az örökre, Na, azt lenne, hogy másra, hát tudod, hogy ki szivassál ilyennel. Vagy amikor mondjuk belekerül az általa szeretett nőnek a testébe. Akkor is úgy reagálnék valószínűleg én is, hogyha ilyen helyzetbe kerülnék, hogy hó, hát letapizom magam, meg megnézem magam. Ott az embereknek a döntései, azok reálisak voltak. Itt az embereknek a döntései, meg olyan baromi hülyék. Lehet, hogy nekem ez volt a bajom. De hozzáteszem, a film végi csavar, a filmnek a lezárása, az nagyon sokat dobott a filmen, mert az meg viszont nem volt klisés, az valamilyen szinten különleges volt és ott adtak viszont az a, a, filmkészítői valami olyat, amit eddig nem láttam. Lehet, hogy ez volt egyébként, ami számomra működőképessé működő tette. Szerintem ebben nem fogunk egyetérteni, mert mondom, én abszolút el tudom képzelni ezt az egy hibát tőle, már ha létezne egy ilyen helyzet. Nyilván az nehezebben, hogy ott bámulom és, egy, és beleszeretek. Adott egy lány, akinek nem volt normális kapcsolata, mármint nem az, hogy srácokkal, emberekkel. Tehát két emberrel volt kapcsolata az orvosokon kívül fene tudja, hogy reagálhat. Szerintem ebben nem fogunk megegyezni, de nem is baj, mert hát mindkettőnek máshogy jött le. De mondom, nekem az volt nagyon szimpatikus, és ezt nem lehet tőlem elvenni, és ez egyébként több filmben, ez akármelyik filmben van, akármilyen gagyi filmben, nekem ez egy mindig nagyon szimpatikus dolog, mert látom nagyon az ellenkezőjét, hogy itt egy lány óriási problémája van, és mégis próbált boldog teljes életet élni. Ami szerintem nagyon ráférne az igazi világ, tehát az eredeti világra. Azt nem tudom mondani egyébként, hogy nem a filmet, mert ahogy mondtam még egyszer itt így, az a, a, a 90 fős moziteremben 50 nő sírtott, és uh, teljesen meg voltak hatódva, úgyhogy Valószínűleg nekem pasiként ez, ez, a film ez annyira nem jött át, meg, meg, nem jó, de, de hát mondom, ahogy látom, a csajok odáig voltak érte, úgyhogy minden hölgy hallgatónknak tényleg Ö... csak javasolni tudom, hogy nézze meg. <laughs> Egyébként nálunk is sírtak, nem mondom, hogy megkönnyeztem, de, 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 azért lefele bígyett a szám. De tetszett, ez tetszett. Akkor te tudod ajánlani. Én azt mondom, nézzétek meg egyszer. És ne várjatok sokat, tini dráma, tehát ennél többet ne várjatok. Ha így ültök be, akkor tetszeni fog. Nagyon mérgesek voltunk a forgalmazókra, ugyanis ezen a héten moziba került egy csomó film, amit igazából mi is megnéztünk volna. Az egyik ilyen a Ghostland volt, a rettegés amit igazából csak Budapesten, meg pár nagyvárosban mutattak be. A másik pedig a Veszetvidék, amit hát szinte sehol nem mutattak be Magyarországon, úgyhogy ezeket a filmeket nem tudtuk megnézni. Úgyhogy második filmként egy olyan filmhez nyúltunk, ami viszont már tavaly bemutatásra került, és nagyon sokáig úgy volt, hogy Magyarországon is meg lehet nézni. Viszont hát egészen eddig nem jutott el hozzánk. Ez a Christian Bale főszereplésével az Ellenségek, talán így lehet jól fordítani a címet. Angolul most hirtelen nem ugrik be, hogy mi a címe, segíts ki, Boki. Hostiles. Hostiles, ez a címe. Ugye a múlt héten sokat idegeskedtem, hogy hogy került be a mozikba egy olyan film, mint a hurrikán Meló, amit szörnyű. Most meg még jobban ideges vagyok arra a B-filmre, mert egy ilyen remek alkotás, mint Christian Bale legújabb filmje, az a mai napig első jutott hozzánk, pedig szerintem nagyon érdemes lenne megnézni, és több mint fél éve bemutatták már egyébként Amerikában. Nagy oszkár esélyes is volt, aztán valahogy igazából nagy csönd lett. A film az igazából arról szól, hogy 1892-ben van egy legendás kapitány, aki végigharcolta az indián háborúkat, és azt a feladatot kapja, hogy átkísérjük egy sejen törzs főnököt, akivel egyébként korábban ő harcolt, és ellenfélként néztek farkas szemet. Ezt a törzs főnököt és a családját most át kell vezetnie Amerikán keresztül a törzsnek a, a, az eredeti lakóhelyére, mivel a törzs főnök halálos beteg, és szeretne meg a saját földjén meghalni, erre pedig ugye az Amerikai Egyesült Államok elnöke adott neki engedét, úgyhogy ez a katona ellenérzése ellenére mégis vállalja ezt a feladatot, és és elindulnak ezen a nem túl biztonságos úton, rezervátumokon keresztül, sivatagon keresztül. Egy hamisítatlan western film. Nem tudom neked, hogy tetszett. Iszonyatosan jó volt. Viszont azt is megértem, hogy miért nem hozták be. Az az igazság, hogy nagyon sokaknak ez biztos egy borzasztó vontatott film. Tudod, szokták annak idején mondani, hogy a gyűrűk meg a hobbit adó szó, hogy gyalogolnak órákon keresztül, és ezt mutatják. Itt is, de nem zavart. Abszolút nem zavart. Abszolút beleillett a filmbe. Ez a vontatott, lassabb ö, mozgás, ezek a vontatott párbeszédek, ezek a nagyon rövid párbeszédek, szerintem zseniális színészi alakítások voltak, de azok nem a ö, forgatókönyvírónak köszönhetőek mert tényleg ilyen kétsoros párbeszédek voltak. De azért ne is várjuk már el olyan emberektől, akik így ö, laza hétfő délelőtt így ö, másik embereket skalpolnak, hogy ö, itt ö, szofisztikált módon fogják megvitatni egymással az aktuál politikai helyzetet. Nem is várható el, hogy ö, itt ilyen borzasztó hosszú párbeszédek legyenek, de működik, működik. Működik a ö, hosszú ö, csendes ö, lovaglás, a hosszú csendes gyaloglás, amikor némán csak mennek, és konkrétan erről szól egy öt perces jelenet. Működnek a két párbeszédek, működik, amikor egymásra néznek fél percen keresztül, és szó nélkül megértik egymást, mert beleillik. Visszautalva rád, bele tudtam magam élni, hogy ez tényleg így van. Tehát tényleg hiteles volt. Ugye Vivi is megnézte ezt a filmet, és hát sajnos nem tud itt lenni, nem tud róla beszélni, pedig ennél a filmnél érdemes lett volna, mert kb. egy egybe elmondtad a véleményemet, ebbe teljesen egyetértünk, szerintem is egy nagyon jó film, viszont hát Vivi azt mondta, hogy mindenképpen mondja meg, hogy szerinte unalmas, tele van üres részekkel, nézhetetlen, azt mondja, egy film ne legyen három órás, ha csak nem gyűrűk ura, vagy szuperhős film, vagy valami Tarantino alkotás, ez valami borzasztó. És valahol meg tudom őt érteni, mert egyébként, hogyha neked ezek a szuperhős filmek a zsánereit, hogyha nem kötnek le mondjuk azok a filmek, ahol, ahol mondjuk egy arc kifejezés is itt nagyon sok mindent el tud mondani, akkor megértem, hogy ez egy, ez egy, ilyen neked nem tetszhet. Azt már az elején azért érdemes elmondani, hogy, hogy nagyon nem lehet mindenkinek ajánlani ezt a filmet, mert akinek a mozi élmény, meg a filmélmény ott kezdődik, hogy tűzgyűrű, vagy rampage, és hogy főtönös pörgős akció, vagy mondjuk egy Transformers film, vagy mondjuk egy bármilyen Marvel film, és, és akciót vár el egy filmtől az, hogy pörögjön, na akkor ez neki nagyon nem jön be. Valahol meg tudom érteni azt, aki azt mondja, hogy fú, hát ez nézhetetlen, mert unalmas meg minden. Pedig egyébként szerintem ez a lassú tempó, ez néhány filmnek kifejezés kifejezetten jó. Ráadásul ennek a Scott Coopernek, aki a filmet rendezte, ennek szinte védjegyévé vált ez a lassú tempójú, szépen felépített, ez a kiábrándult hangulatú film, amiben minden külkemény, elképesztően erőszakos és naturisztikus. Én nem tudom, hogy egyébként mennyire tűnt fel, de itt az összes fegyver lövésnek súlya volt. Ha csak valakit a vállán találtak el, nem volt az, hogy felugrott és fegyvert fogott, hanem ott feküdt és fájlalta a vállát, mert minden ütésnek, lövésnek, mindennek súlya volt. És és nekem ez valami borzasztóan tetszik, amikor valami ennyire naturalisztikusan van bemutatva. Többször hátra hőkölt, nem egy-egy lövésnél egyébként, tehát ahogy mondtad, hogy súlya volt. Tehát tényleg én is így hátraugrottam így a székemmel. Iszonyat jó lett volna moziba megnézni. Uh -huh. És, és ami, amit egyébként, és ha jól emlékszem, ezt múlt héten is felvetettük, hogy itt a hurrikán meló. Egy viaszat, vagy mit tudom, mozipusz, vagy nem tudom milyen típusú tévéfilm, és beviszik a moziba. De a hostile nem. Tehát dühítő, dühítő. Még egyszer, én megértem, mert azt gondolták, hogy ó, senki nem fog azért bemenni, hogy Hat ö, ember két órán keresztül lovagol. Valahol megértem, de de legalább egy-két városba vigyék el, vagy a nagyobb városokba, vagy tudom is én, de. És egyébként én azt az gondolom, hogy a, az Ausztrál film, a heti Ausztrál filmünket, a Veszett, Veszett Vidék, igaz? Igen, nem, jól emlékszem. A veszetvidéket is ezért nem hozták be. Én, én nekem az agyam. Nem tudom, hogy ö, ez, ezeknek mennyi líritjogosultság van ö, ö, manapság ezeknek a filmeknek. Ö, nyilván az én szempontomból van. Én, nyilván én szerintem van létjogosultsága, de a nagy közönség számára. És azért legyünk őszinték, egy Chris biztos nem izé, pattogatott kukoricáért dolgozik. Nyilván azért meg is kell fizetni. Nem tudom, hogy behozta volna az állát itt Magyarországon. Nem tudom, hogy lette volna törzs közönsége. Nem tudom, hogy megteltek-e volna az előadó Az biztos, hogy én beültem volna, de nyilván ez nem elég a rendezőknek, meg nem elég a mozisoknak. Én jövő héten meg fogom nézni, hogy a Hurikán Mero az mégis mennyit hozott. Szerintem ezernél többen nem ültek be arra a filmre. Na, ennyien Beültek volna szerintem itt az ellenségekre is, és nem tudom, egyébként csak nekem. Uh hasonlított nagyon a Leonardo DiCaprio-nak a visszatérő című filmére ez, de szerintem hangulatban, meg nagyon sok mindenben a két film az hasonló. Szóval ennek a filmnek is a hangulata a legnagyobb erénye, ami valami félelmetesen jó szerintem. Nagyon szépen van fényképezve, szóval érzed, hogy mekkora területen lett felvéve ez a film, hogy micsoda szép vidéken forgattak. Érzed azt, hogy ez nem egy CGI keltette dolog, szóval nincs benned ez a kisebbségi érzés, nem látod, hogy hát ez valami hatalmas területen van. Nagyon szép képeket mutatnak be, gyönyörű tájakat, és már-már már természetfilm szépségű szerintem az ábrázolása. Ahogy már itt így korábban is mondtam, ez a film, ez valami csoda szépen van itt így fényképezve. Szóval az operatív munka, az szerintem itt ennél a filmnél valami zseniális. És akár csak a DiCaprio filmnél iszonyat hiteles minden. Nem csak hmm. a fegyverek, maga a ruházat, maga az emberek külseje, ö, és így tovább, és így tovább. Nem az, hogy az a tökéletes csillivilli egyenruhába és mindig kivakszolt ö, csizmába mászkálnak. Nem, ott a kosz, ott a por, ott a mocsok rajtuk, ott a napszik, ott a bőr, abszolút, tényleg elhiszem róluk, hogy ők húsz éve szolgálnak a, az államok seregében. Abszolút el tudom hinni róluk. Abszolút el tudom hinni, hogy, hogy az egyik tényleg, nem akarom elmondani, hogy mi történt az egyik társával, de abszolút el tudom róla hinni, hogy, hogy miféle érzelmi válságba került. Ránézek, és azt mondom, hogy igen, ott a húsz év, ott a húsz év rajta. Látszik. Ugye Scott Cooper az nem először forgatott ilyen has hasonló sztorit, mármint így a történetről, erről a kisemberről, ugye ő forgatott a mafia tündökléséről a fekete misében, ami szerintem hangulatba valami egy az egyben, ilyen csak Johnny Depp van ott, nem Christian Bale. Akkor így a magára számítani tudó kis emberről a harag tüzében forgatott, most pedig egy ilyen hamisítatlan vesztent. És ahogy igazából te is említetted, ennek a filmnek szerintem a középpontjában a vezér az a Christian Bale. De egy ilyen igazi vezeklés történet a film, ami szinte minden szereplő szempontjából ezt jelenti, egy ilyen vezeklést. Legyen az a rasszista Bél, a törzsfőnök, a családja, bármelyik katona, de azért a film az végig Bél karakterekről körül forog, hogy hogyan változik meg a kapitány élete, meg a hozzáállása ez az út során. Szóval minden karakter nagyon jól fel van építve, hihetetlen mély története van a legutolsó karakternek is, minden karakternek. És olyan apróságokra figyeltek, hogy egyszerűen fölálltam és tapsoltam. Szóval itt is ben van a kötelező fekete karakter. De nem úgy rakták bele, hogy tessék, itt van egy fekete te karakter, aki csak úgy belerakunk, és egyébként senki még csak nem is gondolkodik el rajta, hogy mit keres egy a katonaságba, ilyen magas rangba egy ilyen ö, néger karakter. Nem, meg van magyarázva, hogy ő mégis hogy jutott idáig. Meg van mutatva egyébként, hogy ez a karakter mit keresít, mit csinál. Igen, basszus, hát így kell ezt, így kell forgatókönyvet írni. Az összes karakternek olyan mélysége volt, hogy egyszerűen hihetetlen. A legutolsó katonának is olyan történetet írtak, ami után egyszerűen fogtam a fejemet, hogy úristen, hát ez tényleg olyan hogy bravúr, hogy valami hihetetlen. De nem? Szóval akármilyen karaktert itt így mondok, tudsz róla legalább 15 dolgot mondani. Minimum. Nem voltak egy a kadak. Így van. Egyébként annyival kiegészítenélek, hogy tehát ebbe az időben már a feketék is altisztek lehettek bőven. Tehát az abszolút nem volt meglepő ebbe a korba, sőt már ugye a Polgárháborúban is egy-egy nagyon ritkán megjelent ebbe az időbe, már elő is fordult, de tényleg, aminek, amiben nagyon igazad van, hogy tényleg ezeket a karaktereket kidolgozták. Biztos voltam benne, hogy akármelyik karakterről el tudják mondani, gyerekkorától felnőtt koráig a történetét. Mert úgy játszotta, hogy volt mögötte valami, volt egy élete, amiről tudott. Tehát kidolgozták, amit, amit nagyon sok, nagyon sok rendező, nagyon sok forgatókönyvíró el szokott felejteni, hogy kidolgozzák a karaktereket, és ezért nem lesznek hitelesek. Aminek viszont nagyon örültem, hogy megemlítetted a vezetés, mert én végig attól féltem, hogy ez a film az lesz, hogy Christian Bél által alakított uh, uh, kapitány gyűlöli az indiánokat, és a végére megszereti őket. Én úgy érzem, hogy a végén is gyűlölte az indiánokat. Csak, csak megtanulta tisztelni. Megtanulta tisztelni őket, így igaz, és azt a néhányat pedig hát megkedvelte. Nem vett egy 180 fokos fordulatot, mert legyünk őszinték, ahhoz, hogy egy ember 180 fokos fordulatot vegyen, az egy iszonyat durva dolog kell, és, és én nagyon nem szeretem, amikor komolyabb filmek ezzel dobálóznak, hogy így egyszer ilyen vagyok, másszor megtök az ellenkezője. Az nem így történik. És itt, és itt ezt teljesen jól megtalálták az arany középutat, amit még elhisze. Szerintem a másik nagy erénye a filmnek, és szerint szerintem ebbe is egyet fogunk érteni, az Rosemund Pike, akit én a holtodik van nem láttam ilyen jól játszani. Ez a nő akkurát színészkedett ebbe a filmbe, hogy egy oszkárt minimum megérdemelt volna egy oszkár Ezt a nőt megerőszakolják, megölik négy gyerekét, a férjét, a kezében a kisbabáját. Szóval az a fájdalom, az a harag, az a megtörtség, amit ez a nő minden mozdulatába belevit, az valami olyan szinten zseniális, hogy Egyszerűen most nem bírom eléggé magasztalni. Volt egy jelenete, ahol megpróbálja a saját családját ö, eltemetni, és ahol a saját körmével, köröm szakadtáig próbálta kaparni a földet. Az az arcjáték, amit bemutatott abban a, a, abba a jelenetben, vagy abban a jelenetben, ahol tartja a kisfiát, aki egyébként már régen meghalt, de ő még mindig igazából elhiszi, hogy él. C I ilyen zseniális játékot én nagyon régen nem láttam. Lehet, hogy a film második felére egy kicsit háttérbe szorul és megfeledkeznek róla, ami mondjuk egy nagy hibája szerintem a filmnek, de hogy a film első részében Rosamund Pike az, az valami fantasztikus, már csak miatta, meg ezek miatt, a jelenetek miatt is meg kell nézni ezt a filmet csodálatosan játszik. Igen, ugye nem hibáztak abba, hogy ö, egyszer ez a iszonyatos gyászéri majd két perc múlva már, mintha mi se történt volna, lovagol a többiekkel. Amúgy ö, szerintem azért nem olyan nagy baj, hogy háttérbe szorul, mert pont az ennyi, hogy mindenki megkapja maga műsod idejét. Mindenkiről látunk valamit. Tehát mindenkiről megtudunk valamit. Megtudunk az indián törsfőnökről, az ő családjáról, a tizedesről, a ö, kapitányról, ö, és itt tovább, és így. Mindenki megkapja a maga vászul idejét. Nem is baj, hogy szerintem nem tolták túl, szerintem éppen annyit kaptunk belőle, amennyi, amennyi tökéletes. Jövő héten azért megkérdezzük a Vivit, mert én, én egyébként baromra kíváncsi lennék, hogy mi volt az, ami neki ő ebben nem tetszett. Mert én is bontatott úgy vagyok, mint volt. te, hogy igen vontatott volt lehet, hogy ez, de, de ettől függetlenül, meg ezek a színészi játékok, ezek a hangulatok, engem olyan szinten bevonzott ez a film, hogy ott éreztem magam is ebbe a két óra. 30 perc, azt hiszem olyan hosszú volt a film, mert a két óra 30 perc engem olyan szinten kikapcsolt ez a film, és, és nekem borzasztóan bejött. Úgyhogy jövő héten kíváncsiak leszünk majd Vivit véleményére, legalább egy két mondatban mondja már el, hogy mégis mi nem tetszett neki benne. De Én szerintem azért. Lehet, lehet. Abba szerintem megegyezhetünk, hogy ezt a filmet azért ajánljuk mindenkinek. ugye, Bár uh, Magyarországra nem jutott be, de azért uh, nagyon sok helyen meg lehet már találni ezt a filmet. Egy valamit azért el tudok mondani: hogyha ne adj Isten, még 2018-ban valamikor bemutatnák ezt a filmet a moziba, én, én biztos, hogy beülök megnézem, mert, mert annak ellenére, hogy tényleg vontatott volt a film, megnézni, néha nagyon hosszú, és 40 percet lehet, hogy nyugodtan ki lehetett volna bágni belőle, de ez a film olyan, hogy én nagyon szívesen megnézem másodszor is baj, hogy nem mondhatom azt, hogy mindenképpen moziba nézzétek meg, mert ha csak el nem mentek el külföldre, nem tudjátok megnézni moziba. Viszont azt elmondhatom, hogy mindenképpen eredeti hanggal nézzétek meg, mert mondjuk máshogy nem is tudjátok. Iszonyat jó film, nézzétek meg, szerezzétek meg, természetesen legális úton, de nézzétek meg, nézzétek meg, műfaj kedvelőinek kötelező, Krisz kedvelőinek kötelező. Hát mondom, aki nem dajong az ilyen nagyon bontatott filmekért, meg tényleg egy ilyen pörgős transformer talán ő nekik annyira nem muszáj, de próbált, próbált megért, próbált megért. Hát a jövő hét az, az brutális lesz. Szóval 2018 legerősebb mozis hete lesz szerintem a következő, mert amellett, hogy jön a bosszúállók végtelen háború, amit szerintem minden képregényfilm rajongó, szerintem az első 2008-as vasember óta várt már, hogy eljöjjön Thanos, és végre megmérkőzön a bosszúállókkal, az most végre meg fog történni, végre az összes szuperhős, akit szeretünk, az egy filmbe megy, úgyhogy jövő héten bosszúállók. Emellett viszont, hát óriási nagy hír volt a héten, hogy a magyar forgalmazó azt mondta, nagyon népszerűként a hang nélkül, egy héttel előre hozzuk a bemutatót. És egy csom városban bemutatják egy héttel korábban a hang nélkült. És most tudom, hogy engem nagyon fogtak utálni, már fel is készültem rá, hogy a Bokitól fogok kapni. Én a hang nélkült jobban várom, mint a bosszúállókat. Szabasz! Egyébként ne hadd nem tudom, mit mondtál, mert onnantól kezdve, hogy jön a bosszú állók, nem hallottam, hogy milyen más filmek lesznek. Nem érdekel. Én a hang nélkül el vagyok ugyanígy, szóval ezt a filmet, ezt, ezt, ezt és hozzáteszem, annak viszont örülök, hogy a bosszú állóknak a hetébe fogják bemutatni, mert valószínűleg mindenki a bosszú állókra fog menni, én meg szépen be tudok ülni a hang nélkülre, úgyhogy senki nem lesz mellettem, aki popcorn tenne, senki nem lesz mögöttem, aki végigbeszélni a filmet, és szépen csöndben meg tudom még a hang nélkül. Ne hadag, hogy azok után, hogy azt mondhatod, hogy jobban válaszol a hang nélkül, mint a bosszúállókat. Lesz egy ember, aki beül mellé popcorn zabálni. Lesz, lesz, lesz. <laughs> Jövő héten teljes csapattal jelentkezünk, és akkor szerintem kidumáljuk ezt a két nagyon jó filmet. Hát azt hiszem maratoni adásunk lesz. Ha két, két, óra alatt sikerül kibeszélnünk ezt a két filmet, akkor én már boldog leszek. Jövő héten is tartsatok velünk, addig is pedig keresétek meg a Facebook csatornánkat, facebook.com per Movie Geeks podcast. Lájkoljatok minket rengeteg hírrel, érdekességgel, előzetessel találkoztok ott, szóval érdemes minket ott is követni. Ha tetszett ez az adásunk, akkor mind mindenképpen iratkozzatok fel itt a Youtube-on a csatornánkra, ott is elég sokan vagyunk most már, jövő héten pedig ugye jön az év legjobban várt filmje. Megtaláltok minket még Soundcloud-on is, ezt el is felejtettem, ott is meg lehet hallgatni minket. Egy hét múlva pedig akkor jövünk, mozizatok sokat. Sziasztok! Hello, hello!